Minden esetre itt van velem Gábor is, Nóri is, és ahogy említettem, okos dolgokról fogunk beszélni, okosakat mondunk, fordítok egyiket a mikrofonon, mert így jobb, igen. Szóval, az a lényeg, hogy abból indulunk ki, hogy egy okos stúdiót szeretnénk itt majd egyszer létrehozni, ez folyamatban van, hát ha Gál Attilán múlik, akkor 2 év múlva kész is lesz. Minden esetre egyébként olyan funkciókat találtunk ki, hogy hőmérő, lámpa, mozgásérzékelő és hasonló dolgok. Viszont ugye az okos eszközök a háztartásban is ott vannak, és én egyébként ehhez nagyon zöldfülű vagyok, ezért is nézek rátok ilyen kerek szemekkel, hogy beszéljetek erről nekünk. Nektek mi a véleményetek az okos világról, mint két programozó úgy ültök most itt velem szemben? Hát igen, a világ, ami okos, az nagyon okos, nagyon jó lesz, és világbéke. Hát újjában igazán divó szerintem. A véleményük az nem számít, mert valami okból kezdték ezt a dolgot csinálni az emberek, és hogyha kicsiket visszatekerünk, akkor talán most már ez a nagy okos otthon forradalom, de sokkal visszállok én elkezdeni a dolgot. Talán még onnét, amikor is a 80-90-es években elkezdték a gyárakba automatizálni a gyártósorokat, és akkor jelentek meg azok a rendszerek, amivel egy egész nagy területet lehet felügyelni és automatizálni. És ennek a következő lépése volt, amikor elkezdték automatizálni az épületgépészeteket. Gondoljátok csak el, hogy mondjuk, hogyha otthon túl meleg van, akkor lecsavarod a radiátort, és hogyha elmész otthon, akkor is lecsavarod a radiátort. Tehát mondjuk van egy repülőtere, akkor repülőtere összes radiátorát nem fogja senki sem lecsavargatni egyesével, mert mire ezzel végez, addig lekezdheti újra lecsavargatni. Tehát kellett egy megoldás, mivel ezeket lehet automatizálni. És a legelső ilyen fajta okos megoldás, hogy tulajdonképpen épület automatizálási megoldások voltak. Kimondtam. és ez azért volt fontos, hogy olcsóbb legyen üzemeltetni az épületet. Tehát ennek egyszerűen anyagi értelme volt. Igaz, hogy drága volt egyszer a beruházás, utána viszont minden hónapban olcsó volt üzemeltetni az épületet. És ilyet nagyon sok helyen használnak manapság, és csak nem nagyon tűnik föl. És ennek a kicsi verziója lenne az a bizonyos okos otthon, ahol a dolognak a célja nem is annyira az energiamegtakarítás, vagy az olcsóbb üzemeltetés, hanem sokkal inkább a kényelem. És valahogy innentől kezdve jutottunk el mostani okos otthonig, hogy akkor bemegyünk, és azt mondjuk, hogy hé, Alexa, kapcsolj fel a lámpát! Mert itt mi is fártanak kapcsolni a lámpát. Vagy amikor éppen elmegyünk otthonról, akkor azt mondja, hogy Alexa, elmentem otthonról, és akkor minden lámpát kapcsol. De azon túl, hogy csak lámpát tud kapcsolni, ugyanúgy megvan az is, hogy a hőmérséklet, a mit tudom, garázs kapu nyitogatás, nem tudom, bármi. Szerintem nagyon sok ilyen luxus dolog van, ilyen kényelmes dolgok, hogy mit tudom én, indítsál a saját zenémet, keltsen fel azzal, hogy elmondja a közlekedési híreket, ezért a Google mondja el a hírek összefoglalóját, amit nekem speciálisan rakott össze, azok alapján, hogy nekem milyen hírek pontosak. És ennek a teteje ezek a mesterséges intelligenciának támogatott ilyen okos hangszórendszerek, az Alexa, meg a Google-nek a, hogy is hívják, Google Home? Igen. És hát szinte már ilyen szkifű dolog, nem? Hogy hazamész, és akkor azt mond neki, hogy hey Google, mondj nekem egy viccet, és akkor mond neked egy viccet. Igen, mondjuk de nem is feltétek. Nem nagyon bírja ez a dolog. Ez egy kis angol humor, vagy amerikai humor? Nem tudom, hogy van-e olyan, de nem mindig nevetek rajta. De nem is feltétlenül csak viccek, hanem tényleg mit tudom, amit előbb beszéltünk, hogy ilyen házi feladatokhoz a Wikipédia mennyit tud segíteni, ez ilyen, tényleg ilyen fact check, vagy hogy is kell ezt magyarul mondani. Ilyen tények. Tényeket ellenőrizni, vagy rákeresni arra, hogy mit tudom én, melyik színész éppen hány éves, hogyha éppen valakit ez érdekel. De igen, szóval, hogy mostanában okos otthonok tényleg mindent is tudnak, és mindenfélét, amit csak megálmodik az ember, azt meg lehet valósítani. Most szerint ez ugyanúgy dolog, ez az okos otthon? Mert úgy tűnik kívülről nézve, hogy ez valami szuper űrtechnika, és valami borzasztóan sok pénzbe kerül, és tulajdonképpen nem is értem, hogy minek van erre szükségük. Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes gondolat, mert szerintem most, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom, 100 évvel ezelőtt, ugye, hogyha arra gondoltál, hogy mi volt az otthon, akkor ugye az volt a fontos, hogy mit tudom én, legyen benne meleg télen, meg itt megfelelő helyeid, megfelelő mennyiségű helyed legyen a, nem tudom, ruháidnak, vagy ilyesmi. Tehát egy teljesen más volt a fontos egy-egy ilyen otthonnál, és szerintem még sok ember fejében most is ezek a fontosak, és nem is gondolnának arra, hogy
hú de jó lenne, hogyha valaki más húzogatná redőnyöket legnagyobb nyári forróságban helyettem. Nem, tehát hogy teljesen mások az igények is valahol, de valahol meg még szerintem annyira nem terjedt el teljesen, hogy ez mindenkinek ilyen alapvető igénye legyen, hogy akkor én a következő lakásomat, amit megvásárolok, az mindenképpen okos lakás legyen. Ez egy luxus dolog szerinted? Szerintem sok ember fejében még úgy jelenik meg, de amúgy meg tényleg tök egyszerű kis részekből össze lehet építeni, akár hogyha valaki kicsit van erre affinitása, ez a jó szó erre? Szándéka. Oké. De igen, szóval nem kéne, hogy az legyen, mert tényleg bárki otthon is magának összebarkácsolhatja, de hogyha meg megnézzük azt, hogy mi van a piacon, és mennyi egy ilyen okos otthon nulláról kiépítése, akkor viszont lehet, hogy azt mondja az ember, hogy igen, ez egy ilyen luxus cikk még. Tehát, mert ha az ember fogja magát, és szeretné mondjuk azt, hogy van egy lámpája, és azt szeretné úgy bekapcsolni, kikapcsolni, hogy ne kelljen tévéről fölállni, az jó, hát az igazán nem tűnik egy luxus dolognak, tehát ez egy ilyen nézelfontos beruházás körülbelül. Nekem olyan van. Csak hogy valami közöm legyen az okos eszközökhez. És akkor ezt már okosháznak emiatt? Nem. Ez szerintem csak egy okos lámpa igazából. Honnantól kezdve lesz az okos? Igen, ez egy jó kérdés. Hát mondjuk onnantól kezdve, hogy a világ bármer pontjáról tudom irányítani, hogyha... Nagyon fontos. Ha rácsatlakozik megfelelően a wifi-re, akkor igen, de néha újraindítás szükséges, mert ilyen Kínából rendelt dologról beszélünk, és egyébként olyan funkciókat is beleraktam, hogy ha lemegy a nap, kapcsolódjon föl, tehát valami ilyesmi... Onnantól kezdve, szerintem, Voltak olyan beállítások is, hogyha mondjuk esik az eső, akkor kapcsoljon fel kéken. Na most de várja most az időjárás, képzeld el, hát ugye az nem csak napközben van, és volt úgy, hogy arra ébredtem hajnalban, hogy kék minden a szobába, és de miért, és kikapcsolta fel a lápát, kikapcsolta fel, nem hagytok aludni, aztán rájöttem, hogy ja, csak esik kint az eső, tehát valamikor még már nem jó, hogyha túl okos. Hát, vagy csak nem jól állítottad be, nem? Hát azt állítottam be, hogyha esik az eső, akkor világítson kéken. És azt csináltam. Azt csináltam. Végül is én vagyok a hülye, igen. De egyébként megvan a veszélye is, nem ennek az okos otthonnak. Én most így a laikus külső figyelővel, hogyha tehát minden napi rendi pontunkat, tehát ezt valahol biztos, hogy tárolják, nem? Vagy tudja, hogy bele van építve, vagy mit tudom én, a rádiót kapcsolja be ekkor, a teafőzőt ekkor kapcsolja be, tehát ez nyomon követhető, ezekből adatokat lehet lenyelni. És nem? Ez baj? Meg az első veszélyt, azt te is látod, hogy fölkelt téged akkor, amikor nem akarod. Ez szörnyű. Igen. Hallad a impertinencia, hogy képzeli. Nem üdvözlik, igazán ebben a kiberbiztonsági problémában, de azért vannak szintek. Az adataidat, meg az egész automatizálást, amikor például egy ilyen repülőtérről beszélünk, akkor egy helyi rendszernek kell csinálni. Hiszen nem tehetjük meg azt, hogy jaj, elment az internet, akkor ilyentől kezdve sötét van minden. Hát mondjuk a repülőket ezt nagyban befolyásolná, igen. Itt van lámpájú, nagy baj nem lehet. Szóval ez így nyilvánvalóan nem egészen egyszerű. De azt történik a dologban, hogy vannak ezek az önálló, zárt rendszerek, amik nyilvánvalóan azért nem szuper biztonságosak, mert minden rendszernek nem van egy pontja, de nyilván biztonságosabb, mint a te okos lámpád, ahol is a gombnyomás elmegy Kínáig, meg még viszonyan a lámpáig. Azta, milyen inter dolgok vannak itt. Intergomnyomásod van. Inter gomnyomásom. Ilyen transatlanti gomnyomás. Ez van. És tényleg tök furcsa belegondolni, hogy ez az egy dologért, amit korábban ezért 3 méter rézrút volt, most egy ilyen hatalmas nagy rendszer fog megmozdulni, és teljesen irreálisan belegondoltak, hogy mennyi számítás, mennyi adat, mennyi minden kell ez, hogy működjön. És ez nem azért kell hozzá, mert ez így szükségszerű, hanem inkább azért, mert ez így kényelmesebb. Mármint kényelmesebb egy olyan rendszert csinálni, ahol az egésznek az agyát valaki más üzemelteti helyetted. És neked csak a gombot kell megvenni, meg a lámpát, és kész. És ezért vannak ezek a rendszerekben szerintem veszélyek, hogy egy olyan rendszert használsz, aminek az agyát, aminek az egész logikáját, hogy mikor mit kell csinálni, egy központi helyen van, akkor azok az adatok tényleg ott vannak valaki másnak a birtokában, és valaki más tényleg tudja azt, hogy mikor szeretné reggel fölkelni, és mi lesz a kedvenc zenéd, és hogy milyen fajta dolgok érdekelnek téged, és hányszor szoktam megkérdezni a Google-től, hogy mi a kedvenc, nem tudom, mit szoktam kérdezni a Google-től.
Én az Alexától kérdeztem meg, mikor Angliában voltam, hogy mi a kedvenc színe, és azt mondta, hogy az ultraviola. De ezt bármelyik nap megkérdezed, ugyanezt fogja mondani, nem? Tudom, tudom. Változik az ízlésetekben. Ő is nő, és idősödik, és hát mit lehet tudni? Végül is. Minden esetre a nézőink, hallgatóink 50%-a mondja azt, hogy okos az otthona, és 50%-a azt mondja, hogy nem okos az otthona. És egyébként félrevezetem egy kicsit a témát, mert tényleg az okos tévéket, az okos telefonokat és az okos mosógépeket, tehát ezeket mind kihagytuk, mert nagyon eltereltem az okos home felé. Uh-huh. Köszi. Az okos home felé. Szóval, hogy pont ezt beszéltük a zene alatt, hogy a kezünkben lévő telefonnak is vannak okos funkciói. Mármint olyan értelme, hogy van egy asszisztens rajta. Igen, mindenkinek a zsebében ott van, és bárki bármilyen okos funkciókat igénybe vehet. Mint például azt, hogy Gábor most megkérdezte, ugye, hogy milyen viccet, hogy mondjon egy viccet. Mondott nekem képzel. És mondott egy viccet. Hey Google, tell me a joke. Why did the school kids eat their homework? Because their teacher told them it was a piece of cake. Sokkal jobbak a viccek, mint korábban voltak. Valaki fejlesztett azon, hogy ezek a viccek jobbak legyenek. Igen, de azért nem ez a legokosabb funkció a telefonban is szerintem, mert nem biztos, hogy erre használja az átlag ember, hogy... Csak erre. Ja, oké. De igen. Szóval, mit akartam mondani, hogy... Ja, hogy igen, ugye mindenkinek a zsebében ott vannak, és tényleg akár csak a... okos tévéi otthon a háztartásában, az okos hangszórók, mindenféle ilyen egyéb, nem feltétlenül kell, hogy a teljes egész otthona okos legyen, hanem csak ilyen kis részekből is összejön az, hogy okos eszközöket használunk. És akkor az nyilvánvaló volt, hogy akkor ez lett tulajdonképpen nem csak ilyen hülyeséget sem, hogy mikor tell me a joke, vagy mondjuk azt, hogy megkezdődik tőle, mint a mikor született Edison, vagy ilyesmi, hanem ezzel lehet parancsokat is csinálni, hogy azt mondom neki, hogy hey Google, kapcsolj fel a lámpát, vagy hey Google, indítsd be a fűtést, mert hamarosan hazaérek, és mire hazaérek, addigra legyen meleg. Uh-huh. Szerintem ez tök jó. És tulajdonképpen belegondoltuk, ez ingyen ott van mindenkinek a zsebébe, egy teljes, mesterséges, intelligens AI-os asszisztens, aki képes arra, hogy megértse azt, amit mondok, azt is megértse, mit értettem alatta, úgy általában. És végre is hajtsa ezt a parancsot, ez szerintem egészen komoly, nem? De egyébként van egy kis piszok funkciója is, hiszen lehallgat. Azt nem tudom, hogy most ez egy tök off-topic dolog, de hogy ugye tárol bizonyos hangfelvételeket a Google fiókunkban. Hát azt meg kell igazániból mondani a dolgot, hogy valójában nem a telefonom az okos. A telefonom azt csinálja, hogy a Hey Google-t megismeri, és minden más, amit utána mondok, azt elküldi a Google-nek a központi számítógép farmjára, és ott fogják kitalálni azt, hogy mit mondtam, mennyire rossz akcentusan mondtam, valójában az mit jelenthet, mit értettem alatta, és mi lett a helyes válasz, és azt visszaküldik el a telefonra. És aztán pedig kijön bele. Amit, mint hogy telefonálni tulajdonképpen, csak a másik oldalán nem ember van, hanem egy számítógép. Nem tudom, Bence, rajtad azt érzem, hogy te minden ilyentől félsz egy kicsit ilyen biztonsági, meg adatvédelmi, meg nem tudom milyen szempontból. Igen, ez mindig itt van előttem. Nekünk tényleg most csak az a lámpa okos a lakásban, de az maximum azt tudják, hogy milyen színnel világít legtöbbször. Tehát abból nem sok mindent tudnak nyerészkedni. Viszont ugye nem csak ezek a drága beruházások vannak, mint okosház felépítés nulláról a redőnyökön keresztül már mindenre, hanem azért lehet ez barkácsolni is, meg lehet magunknak csinálni, hogyha valakinek van erre rálátása vagy érdekli őt a téma, mert ugye nálunk itt az okos stúdió, nehogy valaki félreértse, hogy most itt beruházunk okos ablakmosóra, meg mint tudom én mire, tehát csak azért, mert az egyébként pont elkéne. Pedig az jó lenne. Az nagyon jó lenne, meg egy okos ablak, meg egy okos függöny. Ha esetleg valaki szeretne ilyennel támogatni, azt nagyon szívesen várjuk. Tehát, hogy nem ilyenekre akarunk, vagy nem beruházunk erre, hanem mi magunk készítjük el ezeket. Jobban mondva, ti is az elektrobarkács. Így van, az első ilyen elektrobarkács projektünk, az pont az volt, hogy mikor is, múlt héten talán? Két hete, múlt héten, mindegy. Két valamikor elkezdtünk egy ilyen projektet, hogy akkor Levinek van egy hőmérője, meg egy páratartalommérő eszköze, és ezt összekötöttük egy ilyen kis modullal, tulajdonképpen írt rá kódot,
és most amit a stúdióban mérez az eszköz, ez felkerül egy ilyen chat szerverünkre, ahol pedig folyamatosan gyűjtjük ezeket a hőmérséklet és páratartalom adatokat, és bárhonnan igazából a világból megnyitva ennek a szervernek a felületét, meg lehet nézni majd, hogy, hogy a stúdiónkban éppen hány fok van. Ez annyiból így most, hogyha elmondod, akkor ennek a szükségszerűsége és a haszna, ez kicsit kevésbé racionalizálható. Igen, mert még azt a részét nem kötöttük hozzá, hogy a fűtő micsodáink, fűtőtestek, amik itt a stúdiót fűtik. Azok, hősugárzó. Hősugárzó, köszönöm. Szóval, hogy azok még nincsenek rákötve arra, hogyha megfelelő hőmérséklet alá megfelelő... Ha hideg van, akkor kapcsolatban. Igen. Igen, szóval, hogy hideg van, akkor kapcsolatban fel automatikusan. Igen, ez még hiányzik, de már a fele úgymond ennek az ilyen kényelmi funkciónak elkészült. És akkor mondtál itt, hogy szerver, meg hogy modul, meg hogy elektrobarkás, meg összeköt, meg kód, meg ilyesmi. Ezek azért nem tudnak mennyire könnyűnek így elsőre. Igen, de épp ezért forgattuk le a teljes procedúrát, és erről majd Bence összevágott nekünk egy videót, ami hamarosan elérhető lesz a Völgyváros oldalán is, és bárki utána úgy csinálhatja, hogy a saját otthonában is ezt elkészíthesse, és tényleg nem ördöngösség. Egy-két random elektronikai terméket kell bevásárolni, összedugdosni, ahogy Bence mondaná, műgyűröket. És utána lehet ezt a funkciót használni. És akkor az egy nehéz dolog egy ilyet csinálni? Vagy úgy hány óra, vagy hány nap, vagy hány év, mikor az ember ilyet csinálni? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom. Szerintem ez ilyen elhatározás kérdés. Hogyha ilyet akarsz csinálni, akkor utána jársz, kitanulod a megfelelő dolgokat, amik ehhez szükségesek. Vagy hogyha meg nem akarod megcsinálni, akkor meg is vásároltad, de az olyan izé. De hogyha meg akarod csinálni magadtól, akkor tényleg nem nehéz megcsinálni, csak tényleg utána kell nézni, meg kell nézni hozzá egy-két YouTube videót, és bárki megcsinálhatja. És hogy te ezt elkezdeni általában? Kezd elkezdeni? Hát igen, most ott majd meg kell nézni pár YouTube videót, és jó lesz. Most YouTube-on eléggé sok videó van, én szoktam néhányat nézni, nem mindig tőletem okosabb. Vicces cicás videók. Ja. Szóval, hogyha most valaki elhatározza magát, hogy ez érdekli, akkor kaphat egy segítséget tőled, vagy tőlünk, vagy... Persze. Tehát lesz egy e-mail cím, ahol tudnak, ott van a videó végén egy e-mail cím, kifejezetten erre, és oda tudnak küldeni kérdéseket, leveleket, hogy itt akadtam el, segítsetek, és akkor segítünk. Igen, úgyhogy ezek az okos dolgok jók. De pont itt van ez a vízforraló esete, hogy azért mégis nekem kell belerakni a vizet, tehát akkor már az lenne jó, hogyha a csapból rögtön a vízforralóba menne a víz, ami felforralódik, és aztán kiöntődne a megfelelő helyre, és kész a tea. De szerintem ez a humanitárius része, ez... nem azt jelenti? Tehát ez a humán beavatkozásos része. Ez kell. Tehát ez kell. Szóval nem biztos van, hogy valami ezt tudja magától. Igen. Itt igazán az a másik oldalát tartom fontosabbnak, hogy tulajdonképpen, ha az emberek van már egy vízforralója, ami egy kész mezei 3000 pontos vízforraló, az bedobja egy ilyen úgymond okos konnektorba, amit utána tud vezérelni a telefonjáról, meg messziről, és amit be tudja neki mondani az, hogy akkor reggel 7 órakor kapcsolja be magát, és akkor így automatikusan egy olyan eszköz, ami korábban nem volt okos, okossá válhat. Jaj. Ja. Ez az okos konnektor. Az okos konnektor? Hát az egy olyan konnektor, ami okos. Azt csinálják az okos konnektor, hogy az egy konnektor, ahol egy konnektor, vagy egy hosszabbító. Egy konnektor a konnektorba, más oldalakat pedig bedugjuk azt, amit szeretnénk vele automatikusan kapcsolni, például a vízforralónkat. És azt, hogy mikor kapcsolja magát, mikor kapcsolja ki magát a konnektor, ezt lehet messziről vezérelni. A hallgatóink nagy része egyébként azt válaszolta, hogy nincs okos otthona, tehát 56% azt mondja. A maradék 44% pedig az, hogy igen, van okos otthona, hát ez nem derült ki, hogy mitől okos, vagy hogy megkönnyítette az életét az okos otthon, de ezek a válaszok érkeztek a szavazásra. Az okos tévével szerintetek mi a helyzet? Az okosnak számít, vagy nem? Vagy mitől okos egy okos tévé? Mert szerintem az okos tévé most mindenre lesz a dolgot rá akadják, hogy okos. Túlzásba véve egy kicsit a dolgot, hogy tényleg minden okos.
külső szemmel szerintem azok a paraméterek teszik okossá, hogy tehát, hogy van rajta YouTube, Netflix, rá tudod rakni ezt a screencast, hogy a telefonodat megjeleníti. Tehát valahogy az, ami már van internet, az a TV okos, nem? Én valahogy így definiálnám, hogy amelyikkel tudsz az internetre csatlakozni, az már okosnak számít. Igen, annak számít. És akkor, hogyan szól, akkor a telefon, vagy a, na, nem értem, szóval van a tévénk, összekötjük az internettel. És akkor azt jelenti, hogy ha összekötjük egy számítógépet az internettel, akkor az olyan, mint a tévénk lenne, nem? Akkor a tévében van egy számítógép. Nem, mert a számítógépben nincsenek televíziós csatornák. De online. Hát online, persze. Meg a HBO-gó is mindenki. De ilyen vastag fehér kábel jön hozzánk be a tévé. Tehát... Most a fehér kábel, mi a fehér kábel? Tényleg így van, hogy attól lesz egy okos tévé manapság, mert hogy van benne internet, de attól valójában még nem lesznek neki okos funkciói, amiket ugye beszéltünk. Tehát ez is megint ilyen rágatott név. Ott van az okos mosógép. Okos mosókon. Kalkonnal a mosógép is tovább. Reklám. Reklám volt. Reklám. Tehát okos mosógép. Mit ő az okos mosógép? Nem inkább az, hogy megjegyzi azt, hogy milyen mennyiségű adat, vagy ruhát. Adag. Tehát, hogy milyen mennyiségű adag ruhát kell. Tehát, hogy a szokásainkat jegyzik meg, és arra csinálnak egy egyedi beállítást. Nem ez... Nem sokkal, inkább valami az, hogy a csíva mosógép az úgy működik, hogy egy fix program alapján, és nem veszi figyelembe azt, hogy mennyi ruhát teszel bele, nem veszi figyelembe azt, hogy mennyire hideg a víz, amit belemegy, hanem azt csinálja, hogy akkor oké, akkor tekerjük a ruhákat fél órán keresztül. Oké, 10 percig melegítsük a vizet, aztán lesz valami. Igen, szerintem sok esetben ez az optimalizálás az, ami ilyen fontos az ilyen eszközöknél, hogy tényleg akár költség vagy idő, inkább talán az idő az, amit eddig beszéltünk, hogy ugye a vízforralót időben bekapcsolja, vagy éppen, hogy a fűtést felveszi, mielőtt elindulunk hazafelé a munkából, ez valójában az idő megtakarításra megy rá. Megvan az a része, amit az iparban használnak, hogy a költségre mennek rá, mert hogy olcsóbb lesz, és optimalizáljunk. Szóval valamire mindig optimalizál, talán attól lesz valami okos, hogy nem ez, amit Gábor is mondta, hogy ilyen fix dolgokat csinál, amit előre megmondtunk neki, vagy előre lefixáltunk, hanem valami ilyen adatok alapján optimalizál. Az minden esetre egy személyes tapasztalat, hogy az egyik ismerősnek az okos mosógépe a Vivaldi 4 évszakkal zárja le a mosást, tehát nem tudom, hogy ez mennyi... Mindig tavasszal is, meg össze is, mindig ugyanazt. Igen. Abból lead egy strópát, és ezzel jelzi, hogy kész az adagmosás. Nem lezavaró lett, mi most ott így szokott siporni, és tökre rossz, amikor így azért végezt este 11-kor mosásra, és akkor előad egy rövid 30 másodperces sípolás sorozatot. Igen. De nem jobb Vivaldit hallgatni a sípolásnál, szóval... De nagyon jobb Vivaldit hallgatni a sípolásnál.